Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendége pedig Földi László biztonságpolitikai szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke. Itt van velünk a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Jövő héten lesz, hogy már fél éve tart az orosz-ukrán háború, amivel kapcsolatban már nagyon sokan azt is vitatják, hogy háborúnak vagy különleges katonai hadműveletnek kell nevezni, de minden esetben fegyverek ropognak a szomszédunkban. Írtam egy cikket a háborúk felelősei címmel, ami a Magyar Nemzetben jelent meg. Ennek kapcsán is fogunk beszélgetni, de mindenek előtt azt kérdezném, hogy így fél év után ön hogy látja, mi ennek a jelenleg zajló káosznak a legfőbb tanulsága? Hát az a mondat, amit mondod, hogy káosz. Ez az alaptanulsága, ami azt kell mondjam, talán nem szerint elmondom, hogy ez az elején is látszódott. Tehát maga az, hogy itt nem tiszta vonalakról van szó, nagyon bonyolult háttér érdekviszonyrendszerekről, előzményekről, sok-sok évet azt megelőző folyamatokról, eseményekről, amelynek egyfajta kiteljesedése, ha tetszik, és egy csúnya szó rá, de így kell mondani, következményeként egy fegyveres, behatárolható területileg, de mégiscsak egy fegyveres, pusztítással járó emberek életét elvevő, hát fegyveres konfliktussá szélesedett ki ez a bizonyos folyamat, és alakult egy rettenetes káosszá. Hiszen hogyan lehetne nevezni az ebből következő nyugat-európai energia, gazdasági és egyéb őrületeket, amelyeket, ha jól emlékszem, önnel is megtárgyaltunk, talán nem is egyszer, hogy nem determinálja az a fajta Kelet-Ukrajna területén folyó orosz-ukrán fegyverek által létrehozott katonai konfliktus, amely aztán a világ tőzsdéit, az európai gazdaság különböző, hát mondjuk, hogy alappilléreit, és főleg az embereket leginkább érintő energia, és ma már élelmiszer hát következményeit jelenti. Tehát ez egy tökéletes káosz, hogy szervezet volt-e, vagy pedig a kialakult helyzetre ráépülő erőterek egyfajta, mondjuk, hogy összeesküvés gyakorlatává vált. Hát ezt még azért majd bogozni kell. Én hajlok arra, hogy ez az utóbbi az, aminek a következményeit éljük az elmúlt fél év, mondjuk, hogy eseményében. Ugye a cikkében is azt írja, hogy a történelmi konfliktusok katonai összecsapásokban csúcsosodnak ki, amelyeknek a hátterében vannak különböző okok, mint a célterületek megszerzése, ásványi lelőhelyek birtoklása, vagy az élethez szükséges feltételeknek a garantálása, illetve beszél az emberi tényezőről is, de egy kicsit ennél a háborúnál meg, és hogyha itt Putyin oldalát is megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy azért nem a termőföld miatt ment elsősorban Ukrajnában, meg nem az energiahordozókért, hanem mintha egyfajta történelmi sérelmet szeretett volna jóvá tetetni, illetve próbálta volna az Oroszországot ért sérelmeket morálisan rendezni. Mennyire játszik ebben a mostani konfliktusban szerepet az emberi tényező? Én gondolom, hogy a 21. század konfliktusainak az igazi meghatározottsága az ember lesz. Lehet, hogy történészek megfednek emiatt, és talán igazuk is van, de ettől függetlenül ez a véleményem. Hiszen ha az embert keressük a háttérben, akkor valóban ott vannak államfők, elnökök, miniszterelnökök, konkrét személye is, erről akkor majd beszélhetünk, igen. De ott van a háttérben lévő, olyan erőterekben helyet foglaló emberek is, akiknél nagyon egyszerű és nagyon könnyen kimutatható az egyéni érdek, mindabban, amelyet szerveznek. És talán már egyre kevésbé a gazdasági, vagy mondjuk a pozíciószerzés, vagy mondjuk a területszerzés, mint ugye a háború klasszikus értékrendje, hiszen mi másért, mint a lehetőségek megszerzéséért folyt a háborúk a hosszú történelmi időszakokban. Csak nekem az az érdekes, hogy ugye ez korábban így volt, viszont azáltal, hogy létrejöttek a globális multicégek, a terület az már másodlagossá vált, hiszen a valódi befolyás, a valódi pénz egy ilyen modernkori gyarmatoknak megfelelően így is úgy is megvan nekik. Miért kell ehhez háború? A háború ebben az esetben, úgy gondolom, hogy
nem a globális erők által szított háború. Az ő háborújuk az egy globális háború lenne. Tehát pontosan a putyini lépés megelőzte a harmadik világháború megkezdését. Ez lehet, hogy furcsa és nagyon kategorikus mondat, de mindjárt meg kell megmagyarázni. Azzal ugyanis, hogy a NATO ugye saját értékrendjét veszítve támadó hadseregé válik, és nyomóerőre különösen ugye megnevezze az ellenséget úgy, mint Oroszországot, és a NATO mögött lévő, egyébként nem látható politikai erőtereknek egyértelműen az a céljuk, hogy mindig legyen egyfajta valóban a NATO-hoz méltó ellenfél, és ez ma a világban csak kettő lehet, egyesül Kína, illetve Oroszország. Hát ez a fajta stratégia és a mögötte lévő hadiparnak a kényszere a termelésre, ez világossá tette, hogy előbb-utóbb nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, hogy egy igen komoly összecsapás, azaz egy világháború is akár kirobbanhat. Hogy Putyin ezt megelőzte, ennek én azt gondolom, hogy az a történelmi értékén szerepe, hogy megpróbálta lokalizálni a feszültséget, ugye a rend és a törekvések között. És ennek a lokalizációnak az volt a lényege, hogy ő nagyon egyszerűen abból indul ki, hogy az Oroszország nem hajlandó meghajolni az ön által említett globális, főleg gazdaságilag megfogható multinacionális világgal szemben. Tehát nem engedi át a területeit, nem engedik be ezeket a rendszereket úgy, ahogy egyébként Európa más és a világ más részein megtörténik, nem adja át tulajdonképpen a gazdaságvezető szerepét, hanem azt mondja, hogy a nemzeti értékekből indulok ki továbbra is. És hogy a keleti tartományai Ukrajnának, megint csak hosszan lehetne elemezni a történelmi hátteret, de most ezt eltekintenénk. Azt jelentette, hogy a keleti régiókban azért növekedett a feszültség, mert az ott élő elsősorban orosz ajkú, orosz nemzetiségű lakosságot szisztematikusan írtották az elmúlt 7-8 évben az azoknak a fegyveresei, akik egy nagyon szélsőséges ukrán és fegyverrel kifejezett szélsőséges magatartást képviseltek. És erre mondta azt, hogy elég volt. Nekem ezeket az embereket, ezt a régiót meg kell védenem. És így kihúzta időszakosan, vagy időlegesen, ha tetszik, ugye a nagy háború képét, mert azt is hozzátette, hogy Ukrajna nem lehet NATO tag, értsék meg egyszer és mindenkorra. Mert ha ezt megengedem, olyan fajta telepítési, fegyvertelepítési hullám indul el a határon mentén, ami Moszkvát fenyegeti. Tehát ebben a stratégiai logikában, amit ugye Oroszország megfogalmazott a saját védelme szempontjából, azt kellett első helyen megtenni, hogy ez a fajta pozíció ne jöhessen létre. Ezt ráfogta az orosz nemzetiségek védelme alapján való támadásra, ennek az erkölcsiségét próbálta aláhúzni, nyilván nem ez jött ki belőle, mert akkor is emberek vannak meg, tehát itt nagyon nehéz morálról beszélni értelemben, de nekem meggyőződésem, hogy legalábbis elodázta a nagyháború rémképét. Nagyon érdekes az, hogy itt tulajdonképpen a tajvani kérdésnél látjuk, hogy akkor, hogyha Ukrajnánál már beindult a gépezet, akkor az USA most éppen Tajvan esetében is mindent próbál megtenni, hogy ott is legyen valami fajta feszültség, hogy ebből a szempontból, meg egy kicsit a beszélgetésünk elejére visszautalva, hogy szinte mindegy, hogy hol, csak akkor legyen káosz. Ha már egyszer Ukrajnában van, akkor legyen egy káosz a Távol-Keleten is, sőt látjuk azt, hogy a Közel-Keleten is alakulnak ilyen gócpontok. Elképzelhető az, hogy az USA most akkor már tudatosan fűt be ilyen gócpontokat, hogy valahogy mégiscsak legyen, ha nem is világháború, de sok regionális konfliktusból álló globális konfliktus? Nézze, én azt gondolom, hogy ha kicsit ilyen kártyanyelven fogalmazunk, akkor most az Egyesült Államok 19-re lapot húz. Amiben benne van, természetesen, hogy alsót húz hozzá, tehát kettest és 21-je lesz. De az is benne van, hogy mondjuk egy hármast, vagy annál magasabb számú értéket húz, és akkor összeomlik a rendszer. Tehát veszíteni fog. Az Egyesült Államok, ha jelen állapotában a saját gazdaságát, a társadalmi állapotát is egyébként nézzük, akkor vesztésre áll. Mindenki mással szemben is adott esetben. Tehát az, hogy Európát földúlom,
az csak egy átmeneti tünetkezelés ahhoz, hogy az Egyesült Államok pozicionális hatalma megmaradjon. De ez világos, hogy hosszú távon nem tudom ezt megtenni, főleg akkor nem, hogyha Európa nyugati felé és Oroszország egyesül előbb-utóbb, mert akkor automatikusan ugye ez az amerikai hegemónia úgymond meg fog szűnni. Ott van Kína kérdése, hogy most hagyjuk azt, hogy Kína erőse, gazdasági ereje az mennyire lápulál, vagy vagyonként falu egyfelől, de mégiscsak van, nem beszélve, hogy az amerikai értékpapírok, vagy állampapírok tulajdonjogának jelentős részéről, és itt tovább, még a dollár gyengítheti. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk, hogy nincs könnyű helyzet az Egyesült Államok, amiben most vagy magát lavírozta, vagy mögöttes erők kényszerítették, mindegy is, tehát mindenféleképpen 19-es lapja van. Tehát valamit tennie kellett. Vagy azt mondja, hogy ez neki elég, és abban reménykedik, hogy ilyen buta hasonlatnál maradjak, hogy az ellenfélnek rosszabb lapja van, és mégiscsak ő nyer. Vagy még magasabbra lép, és azt mondja, hogy intenzív külpolitikát kell folytatnom. És az Egyesült Államoknak mindig is az intenzív külpolitika, ez egyfajta háborús, feszültséggerjesztő, ha tetszik, káoszteremtő logikára épült, de azért, mert ez is egy kényszer az Egyesült Államok oldaláról nézve, hiszen ezt is többször megbeszéltük, maga a gazdasága is a hadiparra épül. Tehát az amerikai gazdaság fönntartása nem lehetséges csak és kizárólag polgári logika szerint. A kínai igen, az orosz igen, és sok mindenki másé igen. Az Egyesült Államoké nem. Tehát akár akar káoszt teremteni, akár nem, majdhogy nem objektív kényszer számára, hogy megtegye. Ugye azt szokták mondani Putyinra meg Oroszországra, hogy a felbőszült medve meg az agresszor, de hogy látja, Putyin érzelmek alapján döntött, vagy ahogy ön is mondta az előbb, hogy stratégiailag például egy nagyobb konfliktust megelőzve, de hogy ez egy ilyen nagyon tudatos mérnöki pontossággal kiszámított valami volt, vagy Putyin intuitív vezető, aki most úgy érezte, hogy ez lesz a jó megoldás? Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam, hogy is. Hát egyrészt az oroszok mindig is a stratégiában voltak járatosak, ugye ismerik a sok világbajnokok névsorát az ügyben. Egyfelől, másfelől pedig, hát a Putyinnak ugye az előző élete, tehát a titkosszolgálati élete megint csak afelé predesztinálja, hogy stratégiában gondolkozom elsősorban, tehát hosszú távon. Azt teljes egészében azt kell mondjam, hogy a hatalom, elnézést kérek mindenkitől, akit nem így érint a világban, az nem erősíti a személyiséget, hanem nagyon is rombolni képes. És egy idő után mindenki, aki ilyen méretetlen hatalommal rendelkezik, elhiszi a csalhatatlanság elvét. Ugye sokszor láttuk, és szerintem még sokszor fogjuk látni a történelemben. Nagyon nehéz ennek egy adott személyiség által ellenállni, ezt meg hagyd mondjam a védelmükben. Tehát én azt gondolom, hogy a putyini lépés mögött egy nagyon végig gondolt, hosszú távban, érdemben végig gondolt eseménysor van, ami számol természetesen ABCD variációkkal, mert ez a gondolkodás lényege. Tehát nem egyet kergetek, hanem hármat, négyet tartok párhuzamban. De ugyanakkor azt sem cikkemben is írok erről, hogy a putyini düh azért ott van és érződik. Tehát az a fajta elutasítottság, amelyet tapasztal az első pillanattól kezdve, amióta ő egyáltalán elnöke Oroszországnak, és bármit is tesz az országán belül, hiszen azért mégiscsak a jelcini káoszból kihozta ezt az országot. Lehetett volna esetleg jobban, de ő kihozta egy jó irányban. Európáira tette, eltüntette a kommunizmus nyomait. Az, hogy központi hatalom, persze egy cári ország hozott létre, de hát a szlávoknál ez nem probléma, pláne Oroszország, mert az emberek elfogadják, sőt, majd nem igények. Tehát nem úgy kell nézni, hogy Magyarországnak, vagy Nyugat-Európának ezt tetszik, vagy nem, hanem úgy kell nézni, hogy Oroszországot hogy lehet egyáltalán irányítani. És amit a Putyin ebben a művel, az 70-75%-os szavazati támogatottság. Jelentem tisztelettel, nem lehet ekkora összeget csalni. Lehet 10-15%-ot maximum, ha már ilyen csúnyán beszélünk egy szavazásnál, de 70-et, hát azt hogy? Tehát ilyen szempontból, miközben ezeket teszi, akar csatlakozni a NATO-hoz, elutasította a NATO Oroszországot, emlékszünk rá. Oda akar menni a G7-ekhez, 8-akhoz, mit tudom én kikhez, gyakorlatilag a kispadra ültetik, amikor megjelenik. Tehát nagyon keményen személyiségében támadják,
ötleteiben, vágyaiban, törekvésében támadják. Nyilván egy idő után dühössé vált, és ez is meggyőződésem szerepet játszott. De a legfontosabb tétel, hogy igenis megpróbál megakadályozni rövid távon, nem tudom, hogy hosszú távon lehetséges-e egy nagyobb konfliktust, ez viszont biztos. Láttuk azt, hogy amikor decemberben Putyin ugye kijött egy olyan kérés listával, amiben többek között az volt, hogy Ukrajna ne legyen NATO tag, akkor az ukránok még ilyeneket üzentek vissza, hogyha Oroszország nagyon ugrál, akkor majd mi is kifejlesztjük a saját atomfegyverünket, meg nehogy eltalálja őket egy rakéta. És ugye itt van ez a háborúk felelősei kérdés, hogy az ön korábbi nyilatkozatára is olvasta milyen kommentet, hogy na jó, de hát mégiscsak Putyin vonult be Ukrajnára, meg mégiscsak Oroszország támadott meg egy ártatlan országot, meg hogy ebben a háborúban egy biztos, hogy Oroszország támadott, de felmerül a kérdés, hogy lett volna más lehetősége Oroszországnak? Mert amit ön elmondott, az teljesen logikus, nekem egy dolog a kérdés, hogy lehet-e ezt stratégiai nyugalommal végigvinni, vagy ebben a háborúban azért közben jön egy csomó nem várt fejlemény, ami aztán mégis egy még nagyobb káoszba és egy irányíthatatlan káoszba tudja taszítani a világot. Ez így van, de ez nem Putyin felelőssége. Azért ezt hangsúlyozzuk erősen. Tehát egyszerűen pontosan arról van szó, hogyha a Minszki szerződést, amit ezelőtt 8 évvel vagy 7 évvel írtak alá, és amely fölött Franciaország és Anglia bámáskodott, az gyakorlatilag kimondott, ma már kimondott módon, az Egyesült Államok háttér sugalmazására, és ez is kimondatott, nem én mondom, ugye Ukrajna szabotálta. Ha azt nem teszi, amiben szerepelt az, hogy Ukrajna nem lehet egy katonai tömb része, nem lehet oda a fegyvereket telepíteni, szerepelt az, hogy megkapják a kelet-ukrajnai orosz, főleg orosz lakosok, illetve nemzetiségek azt a megfelelő logot, amit egyébként igényelnek, hogy a Krím az orosz, mert mindig is az volt, magunk között szóval, akkor nincs háború Putyin részéről, minek lett volna. Tehát ő annak az erkölcsiségét akkor nem vállalja föl, hogy egyébként ráharagszik a világ, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, és innentől kezdve nincs Putyin felelősség, hogy azok, akik egyébként is a káosz elmélet hívei, vagy az Európa meggyengítésének a hívei, vagy az Európa tönkretételének a hívei, és sok-sok próbálkozásuk ez ügyben volt, ha csak a migrációra utalok, nem először, és nyilván nem utoljára, és így tovább. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy most ezt kihasználják a putyini jó, rossz, vagy akármilyen lépést. Mert, ahogy említettük az elején a beszélgetésnek, az energiaválság, a gazdasági problémák, a társadalmi feszültségek Nyugat-Európában, Európában szerteszét nem indokoltak abból következően, hogy Oroszország Ukrajnával bármiféle katonai konfliktusba keveredett. Nem indokolt. Ez egy mesterségesen ráhúzott, ráerőltetett következmény. De ezért, hangsúlyozni szeretném, a Nyugat-Európa, és ha tetszik Washington, Brüsszel, Berlin és a többiek felelősek. És nekik kell elszámolniuk a saját társadalmaik felé, a saját polgáraik felé, hogy miért viszik csődbe a kisvállalkozásokat, miért teszik tönkre a gyakorlatilag működő, együttműködő rendszereket Európán belüli Oroszországgal is, és miért kényszerítik Oroszországot, hogy elforduljon Európától. Neki van alternatívája, nekünk nincs. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ha nem támadnának vissza, vagy nem segítenék az ukránokat, akkor Oroszország bármelyik országot következmények nélkül lerohanhatná, és akkor az mennyi nemzetközi szerződéssel szemben áll, és hát, hogy mi nem a barbár középkor vagyunk, ahol csak egy országot meg lehet támadni. Nézze, mi a barbár középkor vagyunk akkor, hogyha a társadalmunkat tönkretesszük. Márpedig ez folyik. Viszont úgy, hogy Putyinnak ez az égvilágon semmi köze. Egy, kettő. Oroszország nem, hogy nem akarja Európát megtámadni. Nem tudja. Ismétlem, nem tudja. Ez nem fegyverkérdés. Ugye, és itt talán a közgazdászok nem mondanak nekem nagyon ellent, azt mondom, hogy egy komoly, globális, Európa szintű, tehát kontinentális szintű támadást meg kell előzőn egy nagyon erősen fölépített gazdasági háttér. Az Oroszországnak nincs. Az orosz gazdaság arra épült, hogy energiáért tudományt vásárol. Arra épült, hogy beengedte a nyugat-európai befektetőket, vállalkozásokat, gyárakat, és így módon a saját gazdaságát kvázi hozta föl nagyon mély pontokról. Erre épített stratégiát, erre készült, ezt
tette. Nincs saját rendszere. Lehet, hogy egyszer lesz, mert belátja, hogy ez egy zsákutca, hiszen a partnerek azonnal kilépnek, amikor csak úgy gondolják. De jelen pillanatban Oroszország nem képes végigvinni egy ilyenfajta háborút, és Ukrajnában is szenved látható módon. Tehát akik ezt mondják, azok nettó hazudnak, azok pontosan azért teszik, mert a saját kis pecsenyéjüket a közvélemény támogatásával akarják megsütni. És ez a legnagyobb gazemberség, ami csak elképzelhető, mert ha lenne igazságtartalma, legalább parányi is, akkor azt mondom, hogy gondolkozunk el róla. De az embereket ezzel a nettó hazugsággal megvezetni, rákényszeríteni arra, hogy 19 fokban fagyoskodjanak majd télen, mint hogy Németországban ez már politikai kérdés, vagy kormányzati tétellé vált, és itt tovább. Ez azt kell mondjam, hogy Oroszország nem védelmében, hanem Oroszországtól függetlenül állítom azt, hogy semmi köze ez a konfliktushoz. Tehát ezekben a kérdésekben kellene nekünk, polgároknak szerintem nagyon világosan látni, és azt követelni, és azt erőltetni, hogy fejeződjön már be ez a cirkusz. Mert utána az ukrán-orosz kérdés nagyon könnyen megoldhatóvá válik, hogyha mi a saját rendünkben, ha tetszik, birodalmainkban rendet tudunk tartani. Egyébként ha egy kicsit személyeskedhetek, ugye nagyon komoly vitáim voltak lengyel barátokkal, értelmiségi körökben lévő barátokkal arról, hogy Oroszország meg fogja támadni Lengyelországot. Teljes őrületnek tartom. Ez egy 500 éves frusztrációból fakadó gondolat a lengyelek részéről, amit nyilván nincs jogom minősíteni, sem így, sem úgy. De én csak egyet tudtam mondani, akkor én a fronton fogok meghalni egy öregségemre. Mert ez megtörténik, oda fogok menni önkéntesnek. Ez volt az egyetlen mondat, amivel kicsit megnyugtattam, kicsit elszabadult lelküket. De könyörgöm, nem tudok mást mondani. Oroszország nem fog támadni. Akkor Oroszországnak tulajdonképpen Ukrajna volt fontos, nyilván egy csomó történelmi hagyomány miatt, és például a Baltikum területe az már nem. Ugye itt sokan próbálnak belelátni Putyin fejébe, hogy most akkor a Novorosszia koncepciót akarja megvalósítani, a volt Szovjetuniót akarja egyesíteni, vagy pontosan mi a célja? Egyik sem. És ha igen, akkor elborult az elméje, ezt tudom mondani. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy elborult az elméje, minden nap kihoznak valami betegséget, van, hogy egyszerre Parkinson-kóros, pszichopata, meg még gyereke is született, szóval, hogy egyébként ön, hogy látja, nyilván ráadásul ön a szakmából érkezik, és vannak Putyinnak nyilvános beszédei, hogy tényleg elmentek nála otthonról, vagy ez csak a nyugati sajtó próbálja súlykolni? Én nem hallottam, nyilván nem hallottam minden beszédét Putyinnak. De amivel találkoztam, az egy nagyon higgadt ember beszél, de engem meglepő módon higgadt. Tehát én azt gondoltam, hogy sokkal inkább így meg fognak jelenni azok a elnézést a hasonlatért, csak hogy egyszerűbb legyen a sztálini, hitleri és egyéb őrült fellengzős és egyéb nagyhatalmi pózok és egyebek. Nem. Teljesen higgadt és teljesen logikusan beszél. Most nem ő pszichiáter sem, nyilvánvalóan, de ő, amit még egyszer mondom, én hallottam, és hozzáteszem gyorsan, nem hallottam mindent, abban ezeket értem felfedezni, még a mai nap is, független attól, hogy egyébként sok mindent természetesen lehetne kritizálni. De ha már kritizálunk, azért van egy Egyesült Államok elnöke, akinál nagyon nehéz felfedni a logikus mondatokat, és mégsem hisztizik a világ. Aztán, amikor Belgrádot lebombázták, nem voltak szankciók. Most nem akarok ilyen olcsó, mondjuk, visszavevéseket tenni, de hát vegyük már észre, hogy itt a cirkusz nagy része az nem orosz tétel, nem Putyin probléma, hanem a saját világunk erodálásának az engedélyezése részünkről. Nem lenne szabad megtennünk. Említette a beszélgetés egy pontján, hogy voltak olyan erők, amelyek a háborút használták ki, és utána mélyítették el a káoszt. Hogy érzi a háború kitörését követően ezek az erők mennyire gyorsan kapcsoltak? Mert nekem úgy tűnt, mintha már ők is készültek volna erre. Nyilván láttunk is hírszerzési elemzéseket ezzel kapcsolatban, de hogy ahogy kitört a háború, szinte azonnal rárímelt a nyugat is erre. Nem tudom, hogy sok-sok interjút adok ezért időnként, lehet, hogy ugyanott ismétlem magam, és azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy van a világban egy olyan rendszer, amelyik úgynevezett stand-by állapotban létezik.
Tehát nem húzza ki a dugót a konnektorból, amikor szünet van, hanem folyamatosan azt figyeli, és ez a háttérhatalom, amiről sokat beszélünk, és itt megfogható, vagy nem teljesen mindegy is. Ez egy nagyon pénzigényes dolog stand-by állapotban lenni, tehát fönntartani rendszereket, struktúrákat arra, hogyha bármi történik ez esetben a világban, akkor ő nagyon gyorsan elemzi, nagyon gyorsan befogadja az ezzel kapcsolatos ingereket, információkat, és ebből következően, mivel készültségi állapotban van, nagyon gyorsan tud reagálni. Szerintem ez történik ilyenkor. És teljesen mindegy, hogy migráció, COVID-járvány, vagy egyéb, vagy 2008-as gazdasági problémák, vagy mondjuk háborúk, konfliktusok, és nem csak orosz-ukrán, hanem egyéb háborúk és konfliktusok a világban, nagyon gyorsan képes ő reagálni, hiszen arra készül, hogy legyen valami. És abból az ő hasznát hogyan tudja nagyon gyorsan kihúzni. Mert az, hogy energiaválság van egyébként látható módon nekünk, a polgároknak, kell többet fizetni, és hogy úgy mondjam, pestélyesen szívunk, ez máshol zsebekben jelentkező pluszbevételt jelent, ezt ne felejtsük el. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenkinek rossz, mindenkinek problémát jelent, nem, hanem arról van szó, hogy a stand-by állapotosok, azok nagyon gyorsan, meglátva a lehetőséget, nagyon sokat keresnek a mi nyomorúságunkon. És ugye ez az a pont, amit én úgy gondolom, hogy felelős politikai elitnek azért vissza kell nem utasítani. Na és akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy önnel is beszélgettünk arról, hogy vajon lehet-e olyan pont, amikor a társadalom kikényszeríti akár a háborúnak a lezárását, akár elzavar különböző hatalmakat. És közben pont mikor legutóbb erről önnel beszélgettem, utána azon gondolkodtam el, hogy viszont olyan korban még nem éltünk, mint most, amikor a társadalom a különböző kulturális termékekkel ennyire ilyen, hát hogy is mondjam, le van szedálva, csak nem akarok megsérteni senkit, de hogy ilyen nyugtatva van, és akkor mindenki hazamegy, nézi a közösségi médiát, a Netflixet és a kulturális termékeket, és sokkal kényelmesebb nem kimenni az utcára, hiszen végül is megkapjuk a kis internetes játékszerünket, és akkor azzal úgy el vagyunk. Hogy látja, lehet olyan katartikus társadalmi változás, ami már akár a legfüggőbb digitális benszülötteket is az utcára viszi? Nézd, azt szoktuk mondani, ugye, hogy az én gyengeségem növeli az ellenfelem erejét. Ami azt jelenti, hogy pontosan az a fajta társadalmi átalakulás, ami főleg Nyugat-Európában megfigyelhető, de hozzánk is türemkedik be éppen nagy léptékkel, hogy az embereket közömbössé kell tenni, hogy vissza kell szorítani őket a szűk családi viszonyrendszerükbe, magyarul a saját kis pénztárcájuk nézegetésére. És a társadalom majd valahogy kialakul, majd megoldják tőlem függetlenül. Ugye ez egy igen, 21. századi élethelyzet, ezt nagyon pontosan mondja, és nagyon pontosan elemezte. Emögött van egy tudatosság. Ez nem magától alakult ki. Tehát maga az internet létrejött ebben a formában, a közösségi álló kiépítése. Én nem el akarom venni az emberektől a játékszert, de hát értsük már meg, hogy ez ebben a formában egyenlőre a katasztrófába visz bennünket. Hiszen nincs védelem ellene. Nincs mellette magyarázat, nincs egy szerkesztőségi kollektív összeülés, egy vezércikket megelőzően, mint korábban volt, és megpróbálnak valóban objektíven adva a nevüket kommunikálni. Itt nincs semmilyen védelem. Itt egy őrült cunami van, ami az embereket támadja reggeltől estig. És a legőrültebbnél legőrültebb formában képesek befogadni, éppen olyan napjuk van. Ez nem lesz jó. Ez egy nagyon veszélyes út. És az a problémája ennek, hogy akár ez a hógolyó elmélet, hogy itt fogalmazzak, hogy a hógolyót elgorítom, a lavinát nem fogom tudni szabályozni. És én azt gondolom, hogy még ugyan lavina nincs, de erősen közeledünk felé. Földi László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Kérem szépen.